Országos asztali teniszversenynek adott otthont a Gyergyószárhegyi Sportcsarnok. A sportág amatőr kedvelői számára fenntartott megmérettetésen 24 asztalnál 181 asztali teniszező versenyzett. Zsúfolásig telt a Szárhegyi Sportcsarnok az amatőr A-kategóriás versenyen. Az ország minden szegletéből érkeztek résztvevők, sőt a Moldovai Köztársaságból is. Gyergyószéken mindenképpen eddig még nem látott létszámú versenyt rendeztek. A szervezők elmondták, az ilyen kategóriájú megmérettetések általában 120-130 résztvevővel zajlanak, tehát 181 fővel nem csak a környék legnagyobb méretű rendezvényéről beszélhetünk. Ennek a társaságnak, ennek az amatőros csapatnak itt van az első számú játékosa, és itt van az első 100-ból 15 játékos, ami nagyon sokat jelent. Ritkán szokott lenni olyan verseny az országban, hogy ennyi jó játékos vegyen részt. Az amatőr asztali tenisz sorozatot kezdeményező Szász Régeni Kántor Imre Zoltán örömmel nyugtázta, hogy immár Gyergyószéken is hódít az amatőr asztali teniszező mozgalom. Nagyon elit csoport gyűlt ide össze Szárhegyre, és személy szerint örvendek, hogy a Gyergyói medencébe ilyen rendezvényre került sor. A fiúk már évek óta dolgoznak, és mondjam úgy, hogy most teljesedett ki a munkájuk gyümölcse egy ilyen turné megszervezésén. A versenyt két kategóriában szervezték, az Open Elite kategóriában a marosvásárhelyi Simon Csaba, a kezdő haladóban a székelykocsárdi Pável Bumbu bizonyult a legjobbnak. Héja Zoltán szervező elmondta, nem állnak meg itt, az idén még szerveznek hasonló versenyeket. Május végén Gyergyó Ditróba, szeptember elején ugyancsak Gyergyószárhegyre várják az amatőr játékosokat, míg decemberben a Gyergyó-Szentmiklósi csarnokban a Szent Miklós napok keretében rendeznének megmérettetést.